Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy örömmel gyűltünk egybe, kedves testvéreim, Szent Háromság vasárnapján az ünnepi szentmisére, és a szentmisének a liturgikus köszöntése is a Szent Háromság személyeire utal, arra is, hogy milyen fontos üzenetet hordoz a Szent Háromság személyeinek a tulajdonítása. Azt mondtuk, hogy az Úr Jézus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő, közösségformáló ereje legyen velünk. Ezt kértük most a szentmise kezdetén, és ezzel a lélekkel mutatjuk be a szent áldozatot. Mindnyájatokat nagy szeretettel köszöntelek, a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit egyaránt. A szentmisét elhunyt Hegedűs Mihály testvérünkért lelki üdvért mutatjuk be, aki ebben az esztendőben halt meg. Élő Rita testvérünk névnapját és 60. születésnapját is imáinkba foglaljuk köszöntéssel. Elhunyt Pénzes Dezső testvérünkre emlékezünk halálának második évfordulóján, illetve elhunyt Pákozdi Sándorra is, aki április 24-én költözött az örökké valóságba. Média munkatársunkért, Kittiért is imádkozunk, akinek ma születésnapja van, épp úgy Kinga kis testvérünkért, családjaink egyik tagjáért. És körünkben nagy szeretettel köszöntöm a ma 88 esztendős Nagy Mária testvérünket, Nyár Lőrincről és az ő kedves családját, kik születésnapján elkísérték őt, hogy velünk együtt ünnepelhesse ezt a szép napot a Szent Háromság szeretetében. Isten éltesse sokáig, akik ma születésnapjukat ünneplik, és természetesen a gyermekekre is gondolunk a gyermeknap alkalmából. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Magasságban Istennek, és a föld éredség, a jóválló embereknek, dicsőítünk néked, várunk néked, imádunk néked, asszalunk néked. Mennyei Atyánk, Te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez. Kutasd a régi időket, melyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Olyan az ég egyik határától a másikig, történt-e valaha olyan nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, melyik hallotta az élő Isten lángot közül beszélni, ahogy te hallottad, és életben maradt? Volt-e valaha olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből? Megpróbáltatok sokkal, gyerekkel, csodákkal, háborúsággal, erős kezekkel, kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti istenetek, veletek tette Egyiptomban, a szemetek látták. Tudd meg hát, és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és len a földön az Úr, az Isten, senki más. Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyek ma parancsolok neked, hogy jól menjen a sorod, és majd utána a gyerekeidnek is, és hogy sokáig élj azon földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott ifjúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így: Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is, Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez az Isten igéje. Thank you. Tékönyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Hálunk néked, Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten, Szent Angyalok hajlékában, és mindnyájan otthonaitokban, akik bekapcsolódtok a mai Szent Mise ünneplésébe, a láthatatlan és végtelen és felfoghatatlan Szent Háromság egy Isten szerető közössége mindenkit magához ölel, aki Istenben éli az életét, és aki Szent Pállal együtt vallja azt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő hat át bennünket, és az ő szeretete tesz képessé arra minket, hogy egymás felé tudjunk fordulni, hogy ki tudjuk egészíteni egymást, vagyis hogy a szeretet szálai összefűzzenek bennünket, mert a szeretet szálai valójában Istenben állnak fenn, az ő szent háromságos szeretet közösségében. Mi pedig itt a földi életünkben emberi tulajdonságainkkal és törekvéseinkkel igyekszünk mintázni ezt a szeretet közösséget, éppen a családjainkban, családi életben, vagy egyéb közösségi vonatkozású kapcsolatainkban Isten képmásaiként nyilvánulunk meg, és ezt itt a földön ezeket a szeretett szálakat, ezeket fel tudjuk fogni, ugyanakkor a szeretet közössége Istenben, ez nehezen fogható föl, hogy hogyan lehet az, hogy valami egy, és ugyanakkor három, hogyan kell felfognunk a Szent Háromság szeretet közösségét. Az Úr Jézus a Szent Háromság nevében küldi az apostolokat keresztelni. Szent Máté evangéliumának záró képét idéztük fel a mostani evangéliumban, és a missziós parancsot, a Szent Háromság nevében történő keresztelést, és ebben a missziós parancsban és ebben a jelenetben Szent Máté mintegy összefoglalja az egész Jézusi művet, hogy mit tett Jézus, és kicsoda Jézus. A 11 tanítvány van együtt, ekkor úgy tűnik, hogy, és nyilvánvaló, hogy akkor még nem választották meg Mátyást Júdás helyébe. Együtt vannak, Szent Máté nem írja le a mennybe menetel eseményét, de azt, hogy még van egy hitben megerősítő találkozásra lehetősége az apostoloknak, erről beszámol, és egyúttal küldetést bíz rájuk. Ami a legfontosabb kinyilatkoztatás Jézus szavaiban, az nem más, mint hogy nekem adatott minden hatalom az égen és a földön. És ezzel a hatalommal küldelek titeket, tegyetek tanítványommá minden népet. Jézus küldetést ad, mégpedig isteni hatalommal, ezt az isteni hatalmat pedig elhozta a természet feletti isteni világból, amikor az Atyától elfogadta a küldetést, ő maga is küldötté vált, ahogyan aztán küldötté tette az ő apostolait. Küldetéssel jött közénk az Úr Jézus, és az Atyának a parancsát maradéktalanul teljesítette. Úgy érzem, nap mint nap, figyelve a világban zajló eseményeket és jelenségeket, emberi törekvéseket, az ember félre sikeredett gondolatait, a meghamisított értékeket, amelyekben a világ most fürözti önmagát, figyelve mindazt, ami a világban zajlik, hát sokak számára egy mindennapos üzenetnek vélem, és kívánom is, hogy figyeljenek föl Jézus szavára, ki azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott az égben és a földön. Minden hatalom az enyém. Az emberek, az emberi törekvések ma korlátlan hatalomra irányulnak, hogy az ember legyen mindennek az ura. Ez egyébként már az ősbűnnek is a késztetése. A kígyó erre csábította az embert, te döntsd el, mi a jó és mi a rossz, legyél te a világ ura. A bábeli toronyépítők fel akartak jutni egészen az Isten világáig, az ószövetségi történet szerint. Tehát az ember Isten helyébe akar lépni. De minden hatalom az Úr Jézusé, illetve a Szent Háromság egy Istené, mert hiszen Jézus kinyilatkoztatta nekünk a Szent Háromság titkát. Beszélt arról, hogy ő az égből alászállott küldött, ő a Fiú. Beszélt a mennyei Atyáról, tehát az Atya és a Fiú párbeszéde, ami szintén megszólal az evangéliumokban, hiszen Jézus imáját is tolmácsolják az evangéliumok, nem egy helyen. Az Atyának az égi hangját is lehet hallani, aki elismeri a Fiút, legfőképpen a keresztelésekor és a táborhegyi színeváltozásnál. És Jézus bensőséges imáit is megismerhetjük, amellyel az Atyához fordul, kiváltképpen a szenvedése órájában, amikor mégis végsőkig igent mond az Atya akaratára. És ugyanakkor az Úr Jézus beszél a küldöttről, a vigasztalóról, aki majd utána jön, és jónak tartja az elmenetelét, hogy visszatérjen az isteni világba, hogy elküldhesse nekünk a Szent Lelket. Ezt a titkot tehát Jézus elmondta nekünk, és így ismerjük meg azt a felfoghatatlan tényt, hogy az egy isteni lényeg három személy. Sokféle ószövetségi képet vagy ószövetségi megnyilatkozást már a Szent Háromságra vonatkoztathatunk. Itt van szentélyünk az apszis jobb oldalán az Ábrahám jelenet, amelyben már a Szent Háromság tűnik fel, legalábbis mi keresztények már így értelmezzük az Úr megjelenését, így értelmezzük azt, hogy három vándor és három angyal képében jelenik meg az Úr Ábrahámnak a sátránál, és mégis azt mondja, úgy szólítja meg őt Ábrahám, azt a hármat, hogy Uram, tehát ott van az egy igaz Isten, de három képviselő angyalában jelenik meg, és így válik ez az ószövetségi jelenet a Szent Háromság ábrázolásává, ikonjává, ahogyan főleg a bizánci művészet megörökíti ezt a hittitkot a három angyal képében. De gondolhatunk a Mózes jelenetre is, később, amikor az égő csipkebokorban jelenik meg az Úr. Ez egy olyan találkozás avval a felfoghatatlan, örök létezővel, amelynek a külső hatásai mégiscsak valamiképpen utalnak a Szent Háromság tulajdonságaira. Nem jó a szó, de valamiképpen a megnyilvánulására, a három személynek a cselekvésére. Az Úr bemutatkozik, én vagyok, aki van, az küldi Mózest a fáraóhoz, és állítja a népe élére, hogy kivezesse őket Egyiptomból. És ott van az égő csipkebokor, ez az isteni valóság, szent az a hely fizikailag, vesd le a sarudat, mondja Mózesnek az Úr, mert nem léphetsz a szent helyre, mert ott van az Úr. És akkor, ahogy a tüzet szoktuk értelmezni, a tűznek van lángja, fénye, maga a csipkebokor, ez az Atyaisten valósága lehet egy sajátos értelmezésben, a fény, Krisztus, aki beragyogja a világot és önmagát is a világ világosságának nevezi, és ott van a tűz lángja, melege, ami a szeretet forróságát jelképezi, a Szentléleknek elevenségét, aki összeköti az embereket, mint ahogyan a tűz körül összegyűlünk, nem csak szalonnát sütni, hanem hogy melegedjünk. A közös tűzhely az mindig a közösségformáló helye is egy adott családnak vagy egyéb közösségnek. A Szent Háromság személyeinek különböző dolgokat szoktunk tulajdonítani, vagyis felosztjuk az Isten kapcsolatunkat a teremtésre, a megváltásra és a megszentelésre. Az Atyának tulajdonítjuk a teremtést, a Fiúnak tulajdonítjuk a megváltást, és a Szentléleknek a szívek megszentelését és az összekötő erőt, aki minket az isteni világgal összeköt, mint a térerő a mai technikai vívmányok sorában, amely a mobiltelefonokat és azon értekezőket most már képpel, hanggal egyaránt össze tudja kötni. Nagyon fontosak a kézmozdulatok, ezt egyébként ezen az Ábrahám ikonon is, vagy mozaikon is meg lehet figyelni. Ha a kézmozdulatokat szeretnénk ábrázolásként mutatni, akkor az Atyának az küldő és áldó és teremtő kéztartását tudnánk felmutatni, vagyis ő az, aki kimondja, hogy valami legyen, és az megvalósul, és ő küldi a Fiút közénk. És ő az, aki gondviselőnk, és megáld minket, mint jóságos Atyánk. Erre tanít Jézus, hiszen arról beszél, hogy az Atya törődik velünk, még a madarakkal és a rét virágaival is. Az elfogadás, az engedelmesség kéztartása, ez a Fiúnak a mozdulata, és a miénk is. Akkor tudunk igazán Isten gyermekei lenni, hogyha így tesszük a kezünket, hogy elfogadom, Atyám, amit akarsz, amit rám bíztál. És ebben az elfogadásban valóban közel lehetünk Istenhez, és a Fiúra hasonlítunk. És talán ez az ölelő és a két kéz egybezáró mozdulata, talán ez lehetne a Szentléleknek az ábrázolása, ki összeköti az emberi szíveket, összeköti a teremtett dolgok Isten kapcsolatát. Minket felemel a természet feletti isteni világba. Annak idején, amikor szigorlatoznom kellett a teológiából, hát történetesen éppen a Szent Háromság tanból kellett vizsgáznom, és hát egy ilyen vizsgaidő az legalább fél óra volt, hát most nem azt mondom, hogy újra elmondanám, amit akkor vizsgáztam, de mégiscsak kimeríthetetlen ez a titok, kimeríthetetlen a magyarázat, és az ember felfogó képessége nem nyúlik el odáig, hogy mindent megértsünk értelemmel a dicsőséges Szent Háromságról. De ha az előbbi példa szerint mindig kitárjuk elfogadással a kezünket, hogy a Jóisten szeretetét befogadjuk, hordozzuk, az ő akaratát megtegyük, akkor mi már élő szereplőivé vagyunk, leszünk és válunk a Szent Háromságnak, és így amit teszünk, az már ennek a titoknak is kézzelfogható és emberi megnyilvánulása. Ehhez kérjük most a láthatatlan és örökkévaló és felfoghatatlan dicsőséges Szent Háromság különös kegyelmét, hogy méltó képmásai legyünk, és egykor ennek a titokzatos isteni életnek örökös részeseivé váljunk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság egy Isten dicsőítség életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és a szeretet egységére az egész keresztény világot. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. A Szent Háromság kiáradó kegyelme oltalmazza, segítse továbbra is a ma 88 esztendős Mária testvérünket, a 60. születésnapját ünneplő Rita testvérünket, Kitti és Kinga testvéreinket is, és szerető családtagjaikat is halmozza el kegyelmével. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örökisten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, s tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szent Lélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben és mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbségtétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fenségben. Ezt dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szeráf kórusok, kik örökké éneklik és együtt énekelik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kejhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Urunk, Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, az idén elhunyt Mihály szolgádról, akiért a Szent Misét most felajánljuk, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiad halálában, részesüljön fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a 2 éve elhunyt Dezső testvérünkről, az 1 hónapja meghalt Sándorról, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. keresztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, szükségem van rád, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom magam neked, befogadlak téged a szívembe. Kérlek, küld el szent lelkedet és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a te erőddel bármire képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem az Istentől való bennem. Amen. A lelki áldozás imájával kérjük a Jóisten kegyelmét az otthonaikban velünk imádkozó testvéreinknek. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, e szentségvétele, és az örökkévaló egy és oszthatatlan szent háromság megvallása szolgáljon testünk és lelkünk üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem, hogy a jövő vasárnap lesz az oltári szentség ünnepe, Úrnapja, bár csütörtöki napra esik világszerte, de mi mindig a következő vasárnapon tartjuk meg az Úr Jézus szent testének és vérének ünnepét. A 10 órai szentmise után megtartjuk, ha az idő is engedi, a hagyományos körmenetet itt a templomkertben, a Piókápolnai folyosón, az első oltárt, vagy a folyosó előtt a kertben az első oltárt állítjuk, fönn az erkélyen a másodikat, a romkocsma bejáratánál a 3. oltár és a Szűzanya rózsás kertjében a 4. oltárt állítjuk. Szívesen fogadjuk a segítséget. Az egyik oltárnak most éppen nincsenek itt a felelősei, tehát aki tud egy oltárt vállalni, szívesen vállaljuk a jelentkezését. Az Úrnapján az első áldozókat is fölkérjük mindig, hogy a rózsaszirmokat, virágszirmokat hintsék az Úr Jézus előtt, a szentség előtt. Szombaton engesztelő zarándoklat lesz. Minden első szombaton, ez most már a júniusi első szombat, itt egy kicsit elírva szerepel a hírlevélben, mert már június 1-je lesz, amikor a nem régiben felszentelt új kápolnához, az Szent Anna réti kápolnához zarándokolnak az érdeklődők. Ennek részleteit a hírlevélben megtaláljuk. Ugyanezen éjszaka vírasztás lesz az örökimádó kápolnában, este 10 órától reggel 5 óráig a családjainkért, gyermekeinkért, unokáinkért. Vannak még szabad időpontok, amire lehet jelentkezni, ott a órabeosztásnál a kápolna melletti íven. Az évvégi hálaadás, a Te Deum, 16-án lesz 10 órakor, amikor is lezárul a tanév, illetve a gyermekmisék is befejeződnek azon a vasárnapon. És a nyár folyamán a reggel 3-4-9-es időpont megmarad csöndes misének, nyári csöndes szentmisének, és majd a Veniszánkte után folytatódnak a családos gyermekmisék, ahogy szokásos már évről évre. Az első áldozás fényképei elkészültek, az interneten megtalálhatóak, a honlapunkon. Ennek a lelőhelye szerepel a hírlevélben. A Jóisten áldását kérjük családjainkra, gyermekeinkre, hiszen ma gyermeknap is van. Örvendünk annak, hogy a mai vasárnapon 5 keresztelő történik itt a templomban, még hátra van 3, már 2, egy felnőtt fiatalembert és egy kisgyermeket már az előző szentmisén megkereszteltem. De örülünk ennek, hogy az Úr az Isten gyermekség állapotába ilyen szép számmal fogadja be a jelentkezőket. A Isten áldását kérem tehát a jelenlévő Gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve téged, parancsoljon neked az Isten, te pedig menjél és eleged kezébe, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelke veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozatot. Jézusom, a szent szíve, Szűz Mária, kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok, és Istennek minden szentjei.